puskaport rejtegetsz a hordódban? Miért csinálod ezt? Te mit visatazol? Ne visitazz! Mit visatazol? És megöli az egy zombi, ha hülye vagy! Van. Mit rejtegetsz? Miért rejtegetette itt a puskaport a hordódba? Mit akarsz te? Mit akarsz a TNT-kkel? Hülye vagy? Fel akarsz robbantani? Hát gondoltam, hogy úgy sincs nagyon netherájtunk, és a netherbe lehetne jó nagyot robbantani TNT-kkel. Az nem is hülye ötlet. Jó, hát akkor csináljuk meg. Jó napot! Mi volt ez a... ez mi? Ott a potétófon 3. Én is kapom itt potétófon. Nekem is van potétófon 3-am. Hello, hívjuk fel egymást. Oké. Tüp 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 Tintin. Ez a Skype. Ja, a Skype, igen. Jó napot, na, hall a potétófon 3-on. Mi ez, hogy... Halló, készülék. Van ebben a telefonban az egész piacon. Mi van? Annál hallottam, hogy halló, készülék. Hát akkor neked nem 3, neked még nem a 3-as van, neked még csak a 2-es. Mi van? Neked még csak a 2-es potétófónod van, azért nem hallottál. Ja, aha. Ja, mert az izé pluszba kell fizetni, hogy halljad a 3-ast. Náló srácok, ez itt a Minecraft sorozat 33. része, jó? És leugrék az őrült. Szóval az előző rész végén, srácok, egy nagyon nagy csattanóval zártunk. Úgyhogy, ja, az most Krisztián, egy kicsit ecsetelnéd nekünk, hogy ott mi történt, és mi... Hát az történt, hogy... Hogy mindjárt kiugratom a fejedet a helyéről. Az történt igazából... Ja, igen, a Krisztián hordóját megnéztük, és puskapor volt benne, ezt rejtegette előlünk ez a kis macskas dög, ezért most megérdemel egy pafont. Hajj! Meg akarom lenni... Szóval a mai részben... Azt fogjuk csinálni, hogy Krisztián ecsetelnéd. Igen, az jutott eszembe, hogy ugye van a netherben az a ancient debris, ami ugye a legjobb fém a játékban. És fém. Arra nem, nincs hatással semmi, hanem csak kibányászni lehet. És ezért nagyon alkalmas a robbantásra. Szóval, hogyha felrobbantod, akkor nem törik szét, hanem ott marad. Igen, csak kibányászni lehet. És hogyha kirobbantunk egy jó nagy blokkot, akkor minden izé az ott marad. Minden ancient debris. Aha, hát ezt remekül elmagyaráztad. És akkor tudunk... Szóval jó sok netherite-ot akarsz szerezni ezzel, igen, ugye? Jó sok netherite-ot akarok szerezni, és elmondjam, hogy mennyi TNT-t szeretnék robbantani. Na. Ezret. Ezer TNT-t szeretnénk felrobbantani, srácok, a netherben. Úgyhogy ez nagyon durva lesz. Köszönöm, miért ugrálod ki a veteményest? De ehhez viszont nagyon sok előkészület kell, úgyhogy ezt igen, a mai részben... Az, hogy csináljuk meg az íjam, mendinget rá kell rakni. Tudod, ez melyik az íjam, amit nem adtál vissza, mert hazug disznósal. Miért? Nincs nálam íj. Ops, már gyűjti a csulát rá, a Béla, na húzzál. Add vissza az íjam. Itt van a ládádba, te csicska, te. Igen, na. Itt tegyél már nekem mendinget. Jó, teszek rá mendinget. Viszont, amint látjátok, egy kicsit XP farmoztam, ugyanis ha megnézitek a szintemet, 54-es vagyok, ezzel mennyit tudok enchantolni? 9-et tudok enchantolni, hát igen, elég sok idő volt kiszámolni.
Mit ránc, igaz, mi? Nagyon sokat ott álltam az XP farmnál, hát amúgy annyira nem volt csak, úgyhogy elég effektív ez az XP farm, amint láthatjátok. Úgyhogy most ezt el is megyünk megnézni, Krisz, elkísérsz megnézni az XP farmot? Mert egy kicsit... De hogyha a közben megtámadnak, és nem tudom az íjammal megvédeni magam, nagyon megvédelek, nyugalom. Na, egy kicsit felújítottam az XP farmot, úgyhogy... Ja, most ezt elmegyünk megnézni. Velem tartasz? Hát velem is tartasz. Júj, hát ne sötétedik. Au. Igen, videón kívül egy kicsit feltuningoltam az XP farmot. Egy pár dolgot, amit tanácsoltatok, azt be is tartottam, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki írt tanácsokat. Itt a bejárat. Itt a bejárat. Gyere, Krisz, először menj le te. Menj le te. Hogy és mondd el az experience-t. Hát itt még annyira nem szép, lent az. Jó, hát nagyon vigyázz. Nyugalom. Hát ez lesz van itt az jól ember. Jól vagy? Hello. Hello. Nem vagyok jól. Miért nem? Gyere csak le, itt várlak, nézd, itt várlak. Ja, menj csak onnan, legalább 20 centiméter. Gyere, nyugi. Na jó, van, srácok, leugrok én is. Áó, nem ár, mert így elrontod a drámai hatást. Drámai hatás lesz majd az, amikor lerepel a fejed. De gyönyörű ez az XP farm, ugye, srácok? Itt van egy kis kuka is, ide is csináltam. De miért csináltad így meg ilyen nagyon... Hát, mert tök király. De az hülyeség szerintem. A működési elvét meg is mutatom, gyere csak velem, Krisztián. Itt fel kell menni, menjél csak velem. Én várjál, de először én megmutatom a baltámnak a működési elvét. Na, elmondom, hogy hogy van. Nézd. Úgy van, hogy nagyon jó az a balta, mert ugye a Máté védekezik, és utána nem tud védekezni egy nem tud védekezni egy nem tudok védekezni egy na menjél fel! Ezzel kell fölmenni? Igen. És ide menjél be? Igen. Ugye nem akarsz megölni. Nem akarlak megölni, na menjél már. De ugye biztos. Szerinted akkor miért van itt ez? Na. Hát azért megölj. Na jó van. Ide fel kell jönni, srácok, ide be kell állni, mert különben valamiért nem akarnak beteremni. Mondjuk erre írhatnátok megint valamit, mert hogyha ott lennállok, akkor egyszerűen nem akar beteremni a zombi. Viszont ha ide állunk egy kicsit Krisztiánnal, beterem pár zombi, ugye leesik ide, és itt meg lehet őket gyilkolni, és kapunk értük XP-t. És azt is megcsináltam, hogy fél blokkot ide raktam, mert a kis zombik ki tudtak jönni, és hát egy pár szó megtámadtak, ami nem volt kellemes. Mi ez a hal? Hogy kell ide bemászni? Se, mi zombi vagy? Meg akarsz halni? Te is, hogy megöllek? Jó van. És azt is mondtátok, ott lehet fölmenni a felszínre. Na, és egy kicsit lejjebb hoztam, hogy essenek is. Azért, hogy lejjebb menjen az életük, és akkor hamarabb meg lehet őket ölni. Egy pár cuccot azért már ide összefarmoltam, úgyhogy, ja. Valamiért csirke is betermett ide, úgyhogy nem is értem. Hú, de sötét van, gyorsan feküdjünk. Gyorsan! Mit csinál? Vigyázz, Creeper! Menj onnan, menj onnan! Ez hője, és a Creeper felé kezd szaladni az őrült baromállat. Menjél hazafelé! Menjél hazafelé! De ne robbansd már fel az XP farmot, te barom állat, őrült barom! Hülye! Már lefeküdtél volna aludni, akkor rég vége lett volna. De ez hülye! Menjél már hazafelé! Most mit kell itt izéni, keménykedni a béna csicska semmire kellő életeddel, mi? Jó, haza. Most is itt megvédelek. Jó, mit védesz meg? Nem is kell megvédeni, mert én sokkal keményebb vagyok. Menjél hazafelé. Ja. Szereztem magamnak 54 szintet, amivel 9-et tudok enchantolni. Jó, Creeper! Szóval lemegyünk és enchantolunk magamnak is cuccokat, meg a Krisztiánnak is. Nether portál hangot hallottam a víz alatt. Igen. Aha. Azt szerintem nem Nether portál volt, hanem Endermöny. Igen. Enchantolok magamnak még a maradék cuccomat megencsantolom, meg a Krisznek is akkor encsantolok egy-két cuccot. A nekem a izét tegyél rá, mending. Jó, rakok, csak először meg kell encsantolni, mert akkor elvesztem a szintjeim. Barom állat. Lesz baró. És a 30-as szint alatt meg tudok encsantolni, vagy tudok rárakni még pluszba cuccokat. Nem értel? Na, és ezret fogunk robbantani a, hogy hívják van? Igen, igen, ezt már elmondtuk. De ahhoz még az is kell, hogy az is kell még, az... Mit csinálsz? Hogy...
Ez hülye. Na jó, nem játszod az olat TNT-vel, mert itt a végén felrobbantod a házat. Miért nem játszod az olat TNT-vel? Én TNT-mat csak Na jó, van, elkopszom az üzeidet is, mert a gunpowder... Elkopszom az életedet mindjárt. Hogy hozzájön. Elkopozom a gunpowder. Elkopoztam a gunpowder-ömet. Add vissza. Azt hittad, hogy hívják te. Add vissza. Nem adom. Nem adhatom. Nem adhatom. Hol ment ez a barom? Hol mentél? Hol vagy? Na jó van, akkor megölöm a malacot, ha nem adod vissza. Nem ölheted meg. Pedig megölöm, hogyha nem adod vissza. Nem ölheted meg. Add vissza. Már nincs nálam. Na, mehetünk. Hol van? Sehol, sehol. Nem. Tudja, hogy nála van. Nincs nálam, itt van. Megnézheted. Aludjunk már, aludni kell. Igen, kell farmolni ilyen puskaport még, srácok, nagyon sokat, hogyha 1000 TNT-t meg akarunk csinálni. Nem is tudom, ahhoz pontosan mennyi kell, de hát gondolom nagyon sok. Úgyhogy fogunk építeni egy creeper farmot. Enchantolni kéne. Mit enchantoljak? Neked is enchantoljam a ruhádat? Na, gyere. Az üzenet enchantold azt. Mit? Azt enchantolt, hogy mendinget rakja az íjjal. Majd rakok, csak először enchantolok, nem fogod fel? Ilyen hülye nem. Vagy? Nem fogom fel. Megvan, ki van számolva a szint 9 enchantra, utána majd rátom rakni. Kiszámolom én minden a szintedet. Na, én ruhámat enchantoljuk, szarfejű. Jó van, akkor add a te ruhádat, te. Add ide az összeset, mert hogyha szar enchantottak. Nem, a sisakot csak. Jó, oké. Protection 4. Jó, hát mondjuk az pont jó, de... Ó, Protection 4, azt a rohadt! Az gyorsan enchantold akkor! Jó, enchantolom, na. Jó, Protection 4. Semmi más nem kaptál rá. Na, látod, ilyen az a kis kabzsikat csög. Jó, hát a következő, a cipődet is, meg a nadrágodat is add ide. Jó, van, odaadom. Hát, oda is adod, mert hogyha nem jó enchantot kapok rá, akkor muszáj lesz mást enchantolni. De ezt add vissza, ne úgy, mint az így. Jó, odaadom te. Tehát Protection 3, na látod, ezért nem jó. Fire Protection 3, hát az se jó. Fire Protection 3, mi ez? Az ásóra kapok szigetácsot, csak az a baj. Hát persze, hát nem nyomtunk enchantos ritual-t, akkor nyilván nem volt semmi jó. Ja tényleg. Tényleg. Na jó, akkor a szigetácsos... A baltára is kapok szigetácsot. Gyémántos enchantalós ritual. Azt enchantalom az ásómat, igen. Mehet enchantalós ritual? Ajajajá, szurikáta! Szurikáta! Mehet, nézzük az enchantolós ritual, mit ad a diamond shovel-ömre, azaz a gyémánt ásómra. De ezt most nem mondod, de most miért nem ad izéket? Mi? Neked is van egy Death Strider 3, azt is rárakom. Na, nyomatjál egy incsuntulós ritual-t. Jó, remek. Oké, na akkor nézzük a Krisztiánnak a gyémánt cipőjét. De persze, és te kibigyön tök jóta, tehát persze, mert... Death Strider 3, Unbreaking 3, meg Protection 3. Hát én olyan erős leszek, hogy erősebb leszek, mint az erős. Mint az erős emberek. Oké, erre is. Unbreaking 3, Protection 4 a mellvértemre, igen. Szuribá. Jó van, mennyi enchantolós ritual elég lesz? Na, hát ez már jövő hónapra is elég. Hát ez is Unbreaking 3, Protection 4, ez meg Protection 3. Na jó, nézzük a baltám. Yellow. Ó, Unbreaking 3, Efficiency 4 baltámra, az elég jó. Santiago. Igen, és Protection 3, rárakjam a gyémánt legging szemre. Vagy ez a tiéd? Ja, az a tiéd. Akkor azt a tiédre nem akarom rárakni. Vagy neked jó, hogy a... Jó, neked. A Protection 3. Biztos, hogy a Protection 3 neked? Biztos, hogy jó a Protection 3 neked. Jó, hát akkor... Jó, Unbreaking 3, Protection 3. Ezt kaptad. Oké, és még kettőt tudok enchantolni, úgyhogy szerintem még egy gyémánt ásót fogok enchantolni. Nagyon protected vagyok, mámi. Szíjamra, tegyük rá a mendinget. Nyugi, mám, még kettőt tudok enchantolni. Neked kell még valamit enchantolni? Lehet egy gyémánt kardot is csinálok amúgy. Ez a könyve van, mint van. Az nem ér valamit. Ez?
Mit akarsz ezzel? Nem lehet a baltámra rá. Hát knockback-et tudok a baltámra rakni, de hát ez most mi? Igen, ez jó. Ne, elfordítottam, francoá. Megnézem, hogy egy kardra mit kapok, mert hogyha jó enchantot kapok a kardra, akkor össze tudom craftolni a mostani kardommal, hogyha mondjuk lootingot vagy ilyesmit kapnék. Looting 2! Na, azt a korázs enchantoljuk. Mi? Az mi? Az mi a looting? Hát looting, te őrült, őrült. Mi az a looting? Looting 2, Krisz, enchantolos ritual, ez muszáj. Muszáj enchantolos. De nem jó, ez nem jó enchantolos ritual, rosszat csinálsz. Nem fog jót kapni. Én meg az enchantolos ritual-ös szakember. Akkor én tudom, hogy kell enchantolos ritual-t csinálni. Oké. Na, srácok, ez most nagyon durva lesz! Looting 2, és össze tudom craftolni a másik kardommal, nézzük! Sharpness 3! Az pont nem jó, de mindegy, a lootingot még rá tudom rakni. Az viszont jó. Fortune 3, azt kapok a Diamond Shovel-re, az viszont nem jó. Na mindegy, megpróbáljuk. Nézzük! Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3, ez az, és van még egy Silk Touch-os is. Elég jó, azt kell, hogy mondjam. Jól van, na mehetünk. 27-es vagyok, és akkor Krisztiánnak rárakom a mendinget, hogy ne zaklasson itten. Na jobb is, te mocskos. Ha, béna, leesik, ha. Nem is estem le. Dehogy nem. Lejtettem a tárcámat, azt lesz lejtettem. Ja, lejtetted a tárcádat. Á, francban elmaradt a lapis lazuli. Oké, na hol van a csicska, izéd? Igen. Itt van, itt. Igen, meg kell egy mendinges könyv. Oké. Akkor viszont lemegyek egy mendinges könyvért. Meglátogatjuk Sentinel Tamást. Turbó Diana, téged is régen láttunk. Hello. Hello, jól érzed magad? Az elődöd is nagyon jól érzte magát itt. Igen? Kell egy kis kaja? Na itt van egy kis krumpli. Zabáljál. Oké, na akkor lemegyünk a Szentiál Tamáshoz, hozunk egy mendinges könyvet, rárakjuk a Krisztiánnak az íjára, hogy legyen íja, hogy ne tudja magát védeni, ez a kis szerencsétlen. Amilyen kis béna, hát őnek egy nagyon jó kis erős íjra van szüksége. Ja, nekem nagyon erős íjra van szükségem. Tudom. Nem azért, mert béna vagyok. Hanem csak úgy. Ja, srácok, elkezdtem kereskedni Sentinel Tamással, amint láthatjátok, van egy pár emerald. Ez azért van, mert tintazsákokkal kereskedek vele. Így berakom a tintazsákot, és kapok érte egy emeraldot, mert ugye zombiból változtattuk át, és így most nagyon olcsón ad mindent, szerencsére. Biztos nem azért, mert megkínosztuk. Írt valamit a könyvébe a Sentinel Tamás, Krisztián, szerinted? Szerintem igen. Hány napja volt neki? 2. Igen, ezt már olvastuk, és a harmadik nap. Elkezdtek kereskedni velem. Így most már van pénzem, hogy rendeljek magamnak pizzát. Nem kell azt a moslékot ennem, amit adnak. Milyen moslék? Mi te normális vagy, Sentinel Tamás? Az nem is moslék, hát az tök finom étel. Hé, elveszi tőlem a pénzem, és ilyen hülye tintazsákokat a cserébe. De muszáj vele csereberélnem, mert akkor megint megkín. Pontosabban ez egy nagyon jó csere. Nagyon boldog vagyok. Jaj, már Sentinel Tamás, nem kell itt túlozni a dolgokat. Jó van. Ferrario! Eltűnt. Eltűnt a Krisztián! Én itt vagyok, te hülye. Hol? Hát te hol vagy? Hát én fenn vagyok a házban. Na, ja, már följöttél? Igen. Hát pedig nem kellett volna fölmenned, mert gyere csak le. Krisztián, ezzel még csak véletlenül egy nyilvesszőt se lőjél el. Gyere csak le. Míg be nem mentél, az X-Pay. Nem, lemész az X-Pay farmhoz. Gyere! Ott az X-Pay farm, még kéne szenet bányászott, te őrületes bőröm. Gyere. Krisztián, most rárakjam a mendinget, és a fosíjadra, vagy ne? Rárakjad a mendinget. Jó, mi legyen a neve? A vadász. Legjobb barátja. Ez a neve. Jó. Ez lett a neve, jó. És... Mi lett a neve? Igen. És a Destroyer-t pedig feljavítjuk Looting 2-vel, aminek nagyon fogok örülni.
mert az nagyon király. Ez meg lehet, hogy úgy kéne, hogy Silk Touch, az nem lehet. Silk Touch, Efficiency 4 és Unbreaking 3. Ez nem tudom, hogy jobb-e, mint a Fortune. De nem, akkor a Fortune az jó, mert a Christian tud, tud vele bányászni ízét. Máté, kövess csak egy pic. Kövess csak egy pic. Na, hova megyünk? Ugye nem vezetsz bele valami csapdába? Mert szeretnék neked mondani valamit. Mivel felfedted a titkomat. Igen. És ez elfogadhatatlan. Igen. Ezért egy új titkot kell létrehoznom. Úgyhogy csak el szeretném mondani. Hehehe. Még csak véletlenül se próbálj meg bemenni, megértettük egymást. Hey, hey. Hey, mi ez? Mi van itt az ajtó mögött? Mi van az ajtó mögött? De most ezt nem csinálhatod meg még egyszer, ez lehetetlen. Nem mehetsz oda, jól van, na menjünk, jól van. Csak ezt akartam elmondani. Hozzannan? Hozzannan? De miért? Miért olyan titkosság? Na jó van, tudod, mit nem is érdekel? Most a hordódat kiderült, ugye srácok? Titeket sem érdekel. Olyan dolog van. Hé, átjön a kapum, már megint csalik. Kipróbáljam a looting a szvördömet. Hó, és egy krumplit kaptam. Azt a milyen enchantos zombié. Nézzük csak meg. Várjál, betrágyázom a folyót. Betrágyázom krumplival a folyót. Azt a dobot valami enchantot. Projektál projekt jön. Wow. Na, projektál projekt jön. Ki zombi? Nem lehet eltalálni. Na, azért. Ja, jó van, meghalt itt a nagy is. Egyből. Ha. És megint ott van. Ja, na gyere át egy. Jó, megyek. Látod azt? Mi? Zoomolj csak oda. Zoomolj csak oda. Látod azt az ajtót? Aha. A mögött olyan titok rejlik, amire még nem vagy felkészül. Igen. Amit a kis egyszerű kis elmény. Igen, mely mi van mögötte? Azt te inkább még ne is akar tudni, jól van, mert egyszerűen el tudod, milyen lenne, mint a Matrixban, amikor elmagyaráznak a Neónak, hogy ő micsoda, és így hányik egyet, ha olyan lenne. Lélegezz! Lélegezz! Jaj, de én nem hánynék, hogyha megtudnám azt. De, megint nyitva hagyod a ládát, hát megőrültél. Kihányik. Innentől kezdve ez az íj. Várjál, itt a Ancient Csákány szentsége alatt átadom. Térdelj le. Térdelj le. Letérdesz, odaadom. Jó napot, hello, kop, van ott valaki mondjuk a agyában. Na. Na, mit csinálsz? Ez így tök jó, na ez így legyen mostantól. Nem lesz jó. Így mostantól. Nehogy nem. Nem. Nehogy. Hát tök jó. Nem, miért lenne jó? Na, nem, gyere ide, térdelj le. Most mondjátok azt, srácok, hogy nem jó. Gyere ide, térdelj le. Na. Szóval erre az íjra úgy vigyázz, ahogy a szemed fényére. Jó, úgy vigyázok rá. Lombfalvi Krisztián. Oké, úgy vigyázok rá, mint a szemem fényére. Na, mehet. És mit csinál? Hova nézel? Add ide. De hova nézel? Lombfalvi Krisztián. Átadom a vadász legjobb barátja íjat, és most menj el az XP farmra, és töltsd fel az életét, mert el fog törni. Na, tetszik a neve? Jó. Aha. Csak jó van. Na jó van. Na. Ezt elrakom, mert a Krisztián odaadta nekem. Hát, ja. Oké. Okay. Azt a zuhan lefele. Na. Ja, amúgy az ágy nálam maradt, az ágyad. Mondom, igen. Menj az XP farmra, de amúgy meg először aludni kellett volna. Hova mész? Jó, mindjárt. De most ezt, miért raktad ide ezt a szaros ajtót? Mert az tök jó. Márha jó. Hova ajtó. Mész most? Igenis. Hát szeret bányászni. Igen. Szeret bányászni? Akkor őrizetlenül hagyod a szobát, amit most nem szabad, hogy bemenjek. És már mindjárt ott vagyok előtte. Őrizetlenül hagyod az egyetlen titkodat.
őrizetlenül hagyják össze az egyetlen titkát, ami emögött az ajtó mögött rejlik. Nem csak az egyetlen titkom, az igen. Is a másik titkom, hogy... És rám ijeszt! Krisztián, szerinted véletlenül csináltam meg az XP farmot, oda menjél! A szar az jó, XP akkor ne használd, majd én használom. Jön a nap fel! Ez így nem tudok lőni, ugye? De, az úgyhogy a... Úgyhogy tudsz, úgyhogy ne lőjjél vele. Csak simán, ahogy nyomom, és akkor lő. Igen, úgyhogy ne lőj. Menj el! Á! Ne! Diana! Nem volt. Túlélte! Túlélte! Hú, ezt nagyon megúsz. Jó van, na én most legalább örülök, hogy életben van. Ne. Mit csinálsz? Ezt nem hiszem el, hogy fölrobbant minket a Máté. Milyen? Te álltál meg a retkes kapuba, te fogyatékos. Miről beszélsz? Ez mi? Mi sitterek? Én sitterektem, na. Hozok földet, azt megjavítom. Te. Megáll a kapuban, és elkezd ott valamit birizgálni, és jön ránk 600 szörny, és majdnem meghal a Turbó Diana. Ezt nem hiszem el. Hogy lehet valaki ilyen felelőtlen, mint a Krisztián? Most már valami komoly szankciókat be kell vezetnem. Igen, például azt, hogy neveld meg magad. Mit neveljek? Én mit neveljek meg magamon? Hát, elég szomorú, hogy nem tudod. Szóval, srácok, az elkövetkezendő időszakban fontos lépéseket kell tegyünk annak érdekében, hogy ez a robbantás, ez megtörténhessen, ne ordibálja bele abban, amit mondok, hogy ketté vágom a fejedet. Na. Építs már vissza. Visszaépítem, most megyek, te gyűlölet ember. Na. Te gyűlölet ember. Tudom. Vagyok, mert gyűlöl. De most te mit csinálsz itt a baromállat őrület állat? Na megyek, akkor megjavítom. Fölrabbantja itt az izét, a Turbó Diánát, és még ő neki áll feljebb, és utána még engem hibáztat, és még, és még pafázik is benne, és miattad oda. Miattam. Igen, miattad. Biztos miattam. Ej, miattam. Ej, miattam. Miattam nem lehetett. És tudod miért? Mert nem miattam volt az éj. Na. De hogy nem. Oké. Okay. Bebizonyosodott. De nem bizonyosodott be semmi. Bebizonyosodott, hogy miattad volt. Az elkövetkezendő időszakban akkor annyit kell csinálnunk, hogy építenünk kell egy creeper farmot, ami majd termeli nekünk a... És már te minél tovább itt állok, annál tovább... Annál a puskaport. Igen, csak egy idő után elkezdjenek meghalni, mert egy blokkon nem állhat 24 szörnyel több, azt hiszem. Ja igen, és azt is írtátok, srácok, a XP farmhoz, hogy sűrítsen be egy blokkba. Volt egy csomó jó ötlet, csak... Úgy gondoltam, hogy inkább háromba jobb, hogy vannak, mert úgy több szörny tud leesni, mert ugye, hogyha egy blokkba esik le sok szörny, akkor meghalnak egy idő után. Ilyen csantos ásó! Igen, akkor kell még valami láva elleni védelem, mert ugye a Netherben elég sok lávot halál. Raktam be kaput? Nem. Aj, de jó. Most egy kaput Netherben is hozhatok, hát ezt nem láva, hiszem el. Szóval ott kell netheri láva védelem. Okay. Netheri láva. Szóval kell tűzvédelem mindenféleképpen, hogy meg ne égjünk, és el ne vesztenek a cuccaink. Ez az egyetlen, ami nem tud elveszni egyenlőre a lávában, ez a netherite csákányom. Plusz kell keresni helyet a netherben. Ahol érdemes robbantani. Igen, azt is kell keresni, úgyhogy azt oda át is mehetnénk amúgy megnézni, hogy mi a helyzet. Ja, majd át kéne menni. Jó lesz ez a robbantás. Most az elkövetkezendő részekben ezt fogjuk előkészíteni, ja. És a nagy fináléba felrobbantjuk. Nagy felrobbantjuk on the nethert, mint az állat. Úgy felrobbantjuk a nethert, mint a Krisztián most az előbb a Turbó Diánát. Mi? Hát akkor ezt inkább úgy ne, mert az semmi. Mindenféleképpen kell akkor egy creeper farm, ezt az elkövetkezendő pár részben akkor meg is csináljuk. Nem tudom, hogy pontosan hogy kell megépíteni, vagy hogy belefér egy részbe. De hogyha nem, akkor lehet, hogy megépítjük két részbe, nem, Krisz? Aha. Igen? Hát majd két akkor részben. Kell mindenféleképpen tűzvédelem, az enchantolás az megvan nagyjából, protection... Mi ez? Protection 4 minden cuccunkon, hát nem nagyon tudunk meghalni.
Én még részek között fogok enchantolni cuccokat magamnak, és hogyha lesz valami jó, akkor azt összeenchantolom, és összehozok magamnak valami irtó királyzatos ruhát. Na, mit csinálsz te, őrületes? Jaj! Ez... Vedd már fel azt sok aranycuccot. Te. Milyen aranycuccot? Ott van egy csomó aranycucc. Jó. Remélem elrendezed ám a barátom, hogy a... Elrendezem, beraktam a ládába. Jól is teszed. Feljavítottad az életét? Hát majdnem teljesen. Majdnem teljesen? Na, az milyen jó már, nem? Milyen jó ez a kis XP farm, nem? Krisz, neked tetszik? Neked tetszik? Hát ez jó, ez jó. Akkor megvan a király erős íjam, amin következő izék találhatók. Power 4, Unbreaking 3, Punch 2 és Mending. Kipróbáljuk a mellettén szemek között. Még finom is. Aha, próbáljuk, na mert. A puncsot. A béna! Én meg átcseréltem erre a crossbow-mat. Előtt a izén, azt a rohadt. És ez be, paramállat. Itt mi történt? És ez, hát ja, felrobbantotta Krisztián. Ja, azt a béna. Először itt van, és azonnal felrobbantja az XP farmot, amivel itt szenvedtem órákon keresztül, hogy megépítsem. Robbantottam föl semmi. Hallod már? Nem hallok? Nem hallok, mert visszacsillál, csalogatsz, és akkor megölsz. Mi is a következő lépés? A következő részben szerintem elkezdjük építeni a Creeper farmot, nem? Ja, lehet, elkezdhetnénk, meg én arra gondoltam... Nem vagyok éhes, de amúgy van nálam krumpli, te őrült. Azokat lehetne még összeszedni, hogy... Milyen fontos enchantok kellenek? Na, most már tudok enni. Milyen fontos enchantok aha. kellenek? A kellene kérdez. Még egy Feather Falling 4 a cipőmre, az na. mindenféleképpen. Na, na és Chris, azon gondolkodtam, hogy alapíthatnánk egy falut. Aha. Alapíthatnánk egy falut, mi lennénk a két polgármester? Igen. Vagy legyen a szent. Ja nem, mi a izék lennénk, az elnökök. Nem akarok ilyen polgármesteri feladatokkal bajlódni, úgyhogy kinevezzük polgármesternek Szentinel Tamást. Aha. És itt lesz a főtér. Ez lesz a főtér. Aha. Innen. Ez. Vagy itt. Lesz hát ez a piknik hely, ez lesz a főtér. Ez lesz a park, nem? Vagy, ja igen, ez lesz a park. Ez lesz a park, és itt lesz a falu, ezen a mezőn. Uh-huh. Ezen a mezőn lesz a falu itt. Aha. És azt is elkezdhetnénk. Jó, hát egyszerre egy dolgot csinálsz. Hát jó, csak jó, így a jövőbeli terveimről beszéltem neked. Na. Egyszerre egy dolgot csináljunk. Vagyis hát nekem kettő dolgot kell csinálni. Jó. Ugye nem egyet, mert hát... Hát, béna! Na. Projekt, urám, amit törölte, ugye nem tudhatsz, ami az ajtó mögött. Igen, amit mindjárt megnézek most! Hú, na most meg is nézem, hogy hol van! Na nézzük meg, hogy mire illik a Krisztián ajtaja mögött! Emlékeztek, amikor titkolózott? Mennyit titkolózott előttünk, hogy az ajtaja mögött mire illik? Úgyhogy csak el szeretném mondani. Hey. De még csak véletlenül se próbálj meg bemenni, megértettük egymást. Most mindenki derül! Most mindenki derül, hogy az ajtaja mögött mire illik, jól van! Na most kipróbálom az íjamat. Hopsz, mi van ott? Mi van ott? Mi van ott? Na mi van mi? Mi rejlik ott? Mi rejlik ott? Távolodjon el, én de miért olyan titkos az, hogy megnézze? Né, itt nincs tábla, hogy nem mehetek be. Jaj. Megmondtam Neo, menj innen. Milyen Neo? Ma megint titkolózik, hát ezt nem hiszem el komolyan. Most már szankciókat fog bevezetni, törvénybe fogom hozni, nem szabad titkolózni, mert 5 év büntetés jár, 5 év börtön. Tényleg, ja Krisz, kiszedted, ezt már szedd ki ezt a táblát, mert most már nem érvényes. Belenyúlni szigorúan tíros, ezt állandóan én menedzselem a te izédet. A te ládáidat. A következő részben akkor elkezdjük a Creeper farmot mindenféleképpen, meg a Turbo Diánát is át kéne szállítani most már, mert most már főleg ez, hogy ilyen veszélyben van, látjátok, hogy a Krisztián majdnem fölrobbantja. Hát most komolyan. Ezt most komolyan el kell játszanunk, hogy ilyen őrült baromállatok, mint a Krisztián itt a Turbo Diának az elébe kerülhetnek egyáltalán. Gyere már aludni. Mit csinálsz? Mit csinálsz ott lenn? Hm? Mi van ott? Mi az? Hm?
Na gyere már aludni, hát aludni kell, mert éjszaka van. A Turbo Diánát átvisszük majd a faluba? Vagyis hogy a Szent Jel Tamás mellé? Átvisszük majd a faluba, de most arról szóval foglalkozunk, hogy hagy? A Netherbe robbást végre hagyjuk. Az oké, okay, de hát azért nem lehet. De akadtam a vízbe a feldsodrógorékokat. Nézd, van egy jó hírem. Gyere csak velem. Én nem tudok jönni. Jó. Van nálam 18 gravel, gyere. Hey, gyere vissza. Gyere. Na. Gyere csak nyugodtan. Miért csatlakozik hozzá a kerítés? Jó. Leajtott bezárni magad mögött. Na. De minek odaajtott a gyökér? Na. Itt egy... mi ez a sok... Csirkén lovagló! Ez kis zombi! Ne, meg fog halni, no! Nem halt meg! Nem hal meg, ez az! És megüti a láma Bélát! Hozz egy sisakot gyorsan! Egy sisakot a kis csirkés lovaglósnak! De milyen sisak? Ugye nem ütötted meg a láma Bélát? Te ütötted meg, te barom! Én nem ütöttem meg! Jó! Megütötted a láma Bélát. Oké, egy sisak, meg egy pórázt hozzá! Csak pórázt? Jaján, hol van pórác? Ez is sincs pórác. Ez ott, a fönt van a ládákban, te őrült. Jó, megyek, gyorsan futok. Ne, siess, meg kimegy a izébe. Akciózenét, siess, meg kimegy gyorsan. A napra és meghal. Itt van. Jó, egy pórázt hoz. Futás le. Megy az akciózene, remélem. Hát én is remélem, hogy a vágónk az rárakta. Nem áll, bement a kezébe itt egy rohadt hús. Itt van. De most nem mondod, hogy Protection 2 és Unbreaking 2. Na jó van. Vedd már fel a lasszót, te sintér. Vedd fel? Miért nem veszi fel? Vedd már fel a lasszót, te sintér. Sintér? Miért nem veszi fel a sisakot? Szülje, lehet, hogy nem kell neki azé. Lehet nem kell neki enchantos, nem? De is mondja, hogy ez mire jó? Ez egy csirkén lovagló kis zombi. Tök jó, nem? Internal exception-öm volt, és ledobott a játék. Igen. Na. Te béna vagy. Na, ki ne menj a napra. Gyorsan elnevezzük. Elnevezzük őt. Mi legyen a neve, Krisz? Az én a neve, hogy kis görcsös mörcsös. Kis görcsös mörcsös. Jól van. Nem gyulladt fel. Ja, mert benn van a fa alatt. Na, így már nem is fog felgyulladni, akkor soha. Akkor itt lesz a kis görcsös mörcsös a Láma Bélával. Azt őt is elnevezzük, a Láma Bélát. Láma Béla! Láma Béla, Kis görcsös mörcsös. A KG-je. KG-je. Na, meg akartam mutatni valamit, gyere csak velem. Vagy hova menjünk? Hol vagy, gyere már! Hallod? Hallod. De akkor gyere már. Akkor meg akkor szóláljál már meg. Szóláljál meg a rosszul. Hát szóláljál meg, szólj! Hogy kell nevezni valamit? Sehogy. Ha? Hogy kell nevezni valamit? Sehogy. Hízós jószág. De miért? Szegény, most melyik kell őt bántani? Azért meg kövér. Nézd csak, itt van gravel. Ja, azt a barom. Itt van gravel, nézd. Mi a szar? Ja, mert ugye efficiens is. Fortune-ös. Ja, fortune. Fortune-ös és az összes. Összeset adja. Az összes ad gravel. Vagyis ezért azt a rohadt, azt nagyon na, király. 18 flint, ott is van ennyi idő alatt. 18 flint ennyi idő alatt, aha. Na király, akkor mehetek le a csirka. Azt is kell, azt amennyi. Máté, most nagyon föl kéne pörgetni. Srácok, írjátok le kommentbe, hogyha nagyon föl kéne pörgetnünk a videó készítést, mert annyi mindent kéne csinálni. Számoljuk össze, hogy mennyi mindent kell csinálni. Most ugye le kell menni, robbantani. Nem, először creeper farm. Aztán... Meg kell a creeper farmot. Igen, elő kell készülni a robbantásra. Fel kell robbantani a robbantást.
két rész lesz, kb. Felépítjük a Creeper farmot. Igen. Aztán keresünk helyet a robbantásnak, igen. Aztán fölkészülünk a robbantásra, aztán robbantunk, de szerintem az egy rész lesz. Nem? Hát jó, nem kell 85 részbe megcsinálni. Aztán robbantunk, ó, aztán robbantás második rész. Fele, aztán a robbantás harmadik fele. Igen, akkor a Turbo Diana-t át, igen, Turbo Diana-t kell szállítanunk. El kell kezdenünk az falut megalapítani. A falut, a szerződéseket majd aláírjuk, jó? 1776 Amerika megalapításának időpontja, és meg 2021 Villageville megalapítása. Okay. Vagy mi legyen, mi legyen a falu neve? Ja, mindegy, azt majd később. Majd azt megkitaláljuk. Igen, meg a csirkefarmomat meg szeretném csinálni. De amúgy, Krisztián, elárulsz nekem valamit? Milyen elhatározás volt neked az, hogy ott van a birtok az állatokkal együtt, és te megfogod? Mit csinálsz, te barom? És odarakod a csirkefarmadat. Milyen elhatározás volt az? Hogy nem akartam belezavarni az ötleteidbe, mert állandóan terrorizálok a szegény. Mit terrorizállak mi? Hé, mi volt ez? Mit terrorizállak hello, mi? Hello, csucska! Milyen rég hallottunk hello, csucska! Előled. Támad meg a Krisztiánt, most! Támad! Hey. Támad! Rántolj a kutyáját! Nyugi, nyugi! Leállítottam meg időben, mielőtt szétharapta volna a torkod. Szerintem mit csinálnám, ez a dög? Milyen dög? Már kibékültetek, nyugi már! Nem akarsz, nagy nyilvessző. Ő csak az utasításomat követte, ne rá legyél mérges. Nem akarsz te felszúrod nagy nyilvessző végére, nem akarsz. Igen, te nem akarsz rászúródni a kardom végére. Én... Na látod, hogy milyen mérges, ne szólogassál be, mert mindjárt, mindjárt megesz. Neved már meg azt a macskos kutyád. Majd csinálok egy ilyen kutyanevelő dejét, aztán majd. Megvan nevelve. Igen, na nézd, megnézem a hízós országot. Hello, hízó. Mi van? De miért hízik, miközben nem is tud semmit tenni, csak a levelet? Béla, hello, gizgör. De pont, hogy ő pont, hogy fogyókúrás jószág, mert csak levelet tud enni, salátát. Na jó, most srácok, szóval ez a rész ennyi is lett volna. Gyere be, mielőtt fölrabbantod még egyszer a Turbo Diana-t. Szóval ez a rész ennyi is lett volna. A következő részben elkezdjük építeni a Creeper farmot!